Stábunk együtt trafipaxozott a járőrökkel, és egy óra alatt 9 sebességtúllépést mértünk. Bemutatjuk, mire vigyázzunk autóvezetéskor, ha nedves az útburkolat, jó tanácsokat adunk azoknak, akik repülőút előtt állnak, valamint betekintünk a légirendészet munkájába is. km/h helyett 236 km/h sebességgel száguldott az M3-as autópályán a képen látható Mercedes. Ezért övé a júniusi gyorshajtás rekord. Büntetése 8 büntetőpont és 200 000 forint közigazgatási bírság. 50 km/h helyett 116 km/h sebességgel haladt a múlt héten lakott területen, azaz Opel, melynek sebességét együtt mértük a járőrszolgálattal, ahogy a most látható motoros sebességtúllépését is. A büntetési tételek komolyodtak, ha nem vesszük komolyan a közúti közlekedésre vonatkozó szabályokat, a súlyos pénzbírság mellett könnyen elveszíthetjük jogosítványunkat. Az új rendszer alapján mindenképpen elmondható, hogy a sebességtúllépés esetében fix bírságok kerülnek kiszabásra, valamint az amúgy is korábban adott előleti pontrendszer megemelkedik, ami által sokkal könnyebben és gyorsabban össze lehet szedni azt a minimális 18 pontot, melyet követően már a járművezetéstől eltiltja a hatóság az érintett szemét. Egy 50-es táblánál például akár egy 15-20 km/h sebesség túlépés esetében akár már 30 000 forint bírság kifizetésre is lehet számítani. Ha valaki 25, illetőleg 35 km/h lépi át a megengedett sebességet, akár 40 000 forintra is lehet számítani. Egy olyan mértékű sebesség túlépés, mint a 116 egy 50-es táblánál már 200 000 forintjába kerül az érintett személynek. A pénzbírságon felül 8 előleti pontot is kap az érintett személy, ami mindenképpen azt gondolom, hogy visszatartó jel. Mivel a szankciórendszer alapján sokkal magasabb előleti pontokat kaphatunk bizonyos szabálysértések esetén, valamint mindegy, hogy milyen szabálysértés követünk el, legyen az ittas vezetés, vagy éppen biztonsági öv használatának a kívülhagyása, ez a 18 pont 3 éven belül, ha összegyűlik, akkor fél évre eltiltjuk a vezetőt a vezetéstől. Az új szabályrendszer megengedi azt, hogy akár külföldi autókkal és külföldi gépjárművezetőkkel szemben is ezeket a bírságokat a rendőrség behajtsa. Ezt akár oly módon is megteheti, hogyha az adott személynek nincsen Magyarországon bejelentett lakcíme vagy éppen adókártyája, akkor ott a helyszínen visszatarthatja a járművezetőt, elveheti a vezetői engedélyét, valamint a járművet egy arra kijelölt helyen egészen addig, míg ez a bírság kifizetése nem kerül, visszatarthatja. A pénzbírságok a sebesség túllépése esetében fix bírságok, ilyenkor a rendőrségnek nincsen mérlegelési jogköre. Ott az adott helyszínen fix bírságot állapít meg a sebességmérő készülékkel, melyet később a Vas megyei rendőrfőkapitányság közigazgatási eljárásban szab ki az érintett személlyel szemben. Az a célja ennek, hogy visszatartsuk a járművezetőket attól, hogy túllépjék a sebességet, valamint nyilvánvalóan a közlekedés biztonság javítása érdekében is erre mindenképpen szükség van, és ugyanakkor a legfőbb célja ezzel párhuzamban, hogy a notorikus szabályszegőket, akik akár naponta visszajönnek a sebesség túllépéssel, kiszűrjük a közlekedésből. A BKV sofőrök, villamos buszsofőrök sebesség túlépését ki ellenőrzi, és rájuk milyen szabály vonatkozik? Minden közlekedésben résztvevő járműre vonatkoznak a KRESZ szabályai. Akik ezeket a szabályokat megszegik, valamint túllépik a megengedett sebességhatárt, azt a Budapesti Rendőrfőkapitányság kollégái regisztrálják, és ezeket az adatokat továbbítják az illetékes hatóságnak, akik a későbbiekben ezt a közigazgatási eljárást lefolytatják. A
Azt gondolhatnánk, hogy csak télen kell fokozottan figyelni az útburkolatok csúszós állapotára, pedig nyáron is balesetek okozója lehet. Ilyenkor nem a hó és a jég jelenthet problémát, hanem a nagy mennyiségű hirtelen lehulló csapadék. Mindenki tudja, hogy nedves időben megnövekszik a fékút, lassabban tudunk megállni, nagyobb követési távolságot kell tartani. Viszont azt tapasztaljuk, hogy ezt nagyon sokan nem tartják be. Hiába tudják, ugyanolyan sebességgel mennek tovább, addig, ameddig extrém módon nem szakad az eső, addig ugyanazt a személyutak a 130-as, teleutak a 80-as, 90-es tempót tartják. Pedig ilyenkor nem árt levenni a lábunkat a gázpedálról. Két különösen veszélyes időszak van ebből, amikor egyrészt elkezd esni az eső és még poros a burkolat, ez a különösen csúszós rész, másik pedig az autópályának azon a helye, amikor az oldalesés változik, tehát ívek előtt a külső oldalesésből egy belső oldalesés megy át, és az a burkolatváltásnak az időszakában a burkolattól lassabban tud elfogyni a csapadékvíz, ezért ott előfordulhat, hogy nagy esőknél megáll, illetve egy vízréteg képződik. Ekkor van az úgynevezett aquaplaning hatás, amikor a jármű megcsúszik ezen a vízen és irányíthatatlanná válik. Az autópályáknak általában külső irányba esik az oldalesése, és amikor egy balív következik, akkor ez az oldalesés változik jobbra, tehát átmegy. Igen. És ez a közbenső részen, ahol van egy olyan rész, amikor vízszintes. És ezek azok a szakaszok, különösen, hogyha a hossz irányú esés is kicsi, tehát nagyon vízszintes, akkor lassabban folyik el a víz erről a szakasznak. Uh-huh. Ilyen részeken vannak az úgynevezett grooving vágások, amikor egy kis barázdákat vágnak bele a burkolatba, amik szintén segítik a víz elvezetését. Az esős idő és a figyelmetlenség is lehet a közúti balesetek okozója. Ugyanakkor a nem megfelelő állapotú gumik vagy a nem adott évszaknak megfelelő barázdáltság szintén ahhoz vezethetnek, hogy a nedves útburkolaton megcsúszik az autó és irányíthatatlanná válik. Ezekre a helyekre kresztáblákkal hívjuk fel a figyelmet, a csúszós úttestáblákkal, ahol ezek fokozottan jelentkezik, ott ezek fluoreszkáló háttérben vannak, illetve vannak olyan sebességkorlátozásos szakaszok is, ahol csak az esős időjárás esetén, nedves burkolat esetén kell sebességkorlátozást bevezetnünk, ekkor kell lassabb sebességgel haladni. Ilyen szakaszokat találkozhatunk az M7-es autópályán Velencei tó térségében, illetve az M31-es autópályán. Az országban rengeteg turista van ilyenkor, különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra, Balaton, Velencei tó, Tiszató és környéke, nagy folyók. Ezeket felügyeljük a levegőből, segítséget nyújtva a vízirendészeti kapitányságoknak, illetve az ilyen területeknek a közbiztonságát is neveljük azáltal, hogy légi felderítéssel segítjük a földi kollégák munkáját, eltűnt személyeket keresünk, bűncselekmények áldozatainak segítünk megtalálni az elkövetőket. A vitorlás versenyen a megfigyelésben segítettünk a vízirendészeti kollégáknak, illetve hát elég szomorú volt, de nagy cél volt a Balatonon ebben az időszakban, és sok vitorlás elsodródott, felborult, és ezeknek a megtalálásában, felkutatásában nyújtottunk segítséget. Hogyan tudunk elképzelni egy ilyen riasztást? Érkezik a telefon, a személyzet egyből érdeklődik a repülési viszonyok iránt, engedélyeket szerzi be, addig a műszaki állomány előkészíti a repülőt, a helikoptert, kitolják a betonra, illetve ha már kint áll, akkor előkészítik a felszállásra, és gyakorlatilag azonnal, de legalábbis perceken belül felszáll a gép, a további utasításokat már a levegőben veszi a központi ügyeleti szolgálattól. Pilótáink egytől egyik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, mindenki szakirányú, tehát repülős képzést kapott, sok ezer óra van a hátuk mögött repült óra, de ez nem jelenti azt, hogy ezt a tudást nem kell folyamatosan frissíteni. Kiképzési repüléseket hajtunk végre, ezeken a kiképzési repüléseken az oktató pilóták rendszeresen ellenőrzik felkészültségüket, alkalmasságukat, jártasságukat, és ha huzamosabb ideig valamelyik pilótánk nem repült, úgy alakult az élete, hogy szabadságon volt, betegállományban, akkor amint visszatér, fokozatosan képezve eléri azt a szintet, mint az éppen aktív kollégái. Nyaralni nem csak autóval, busszal vagy vonattal indulhatunk útnak, hanem repülővel is. Ez esetben más dolgokra is oda kell figyelni, mint a szárazföldi közlekedés során. A Külügyminisztérium honlapján lehet tájékozódni, hogy egy adott desztinációra milyen úti okmányra van szükség, illetve azon kívül mondjuk milyen egyéb papírokra, igazolásokra, ne adj Isten védőoltásra kötelezi az utazókat az adott fogadóország. Minél korábban foglaljuk le az utazást, annál olcsóbban juthatunk a repülőjegyhez.
A biztosítás mellett speciális igényeinket is egyeztethetjük a légitársasággal, például törékeny áru vagy kisgyerek utaztatása esetén. Indulás előtt azonban időben érkezzünk ki a reptérre. 2 óra egyébként úgy általában elegendő szokott arra lenni, hogy ugye amikor megérkezünk a repülőtérre, akkor meghatározott terminálra, ugye ez a terminál információ, ez rajta van a repülőjegyen, vagy az elektronikus jegyen, amit ugye kinyomtatva feltetően a kedves utas magával visz, akkor belép a terminál területére, a terminálon pedig egy kijelzőn megtalálja azt az információt, hogy a becsekkolást, tehát a bejelentkezést azt mely kapuknál kezdheti el, és gyakorlatilag ugye ott történik a kézi podgyászok lemérése, illetve az egyéb podgyászok, a feladható podgyászok feladása is, és utána kapja meg a kedves utas a beszállókártyáját. A podgyászra is külön szabály vonatkozik, a kézi és feladható csomagok méretére és súlyára is figyelni kell. A kézi podgyászra egy nem biznisz utas, hanem egy turista utas 10 kg kézi podgyászt vihet magával, egy biznisz utas esetében ez 10 plusz 8 kg. Amennyiben ugye a kézi podgyász a lemérést követően mondjuk többet mutat, akkor sincs feltétlenül még gond, mert ugye akkor összegzik azzal a podgyász értékkel, amit egyébként nem kézi podgyászként visz, hanem feladható podgyászként, és a feladható podgyászokra is van egy ilyen limit, a 23 kilóval meghatározva a malév esetében a turista osztályon és 30 kiló a bizniszen, tehát ez összességében érvényes, ezek a súlykorlátok, ami azt jelenti, hogy a kézi podgyásza mondjuk túllépi, de az egyéb podgyásza, nem a feladható podgyásza, akkor még nem kell neki értelemszerűen felárat fizetni abban az esetben, hogyha ugye felszáll a repülőre. Viszont, hogyha ez túllépi mind a kettőt, akkor felár számítandó fel ilyen esetben. A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja. A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság 4 keréken, külföldön is.